Az az ötödik győzelem a férfi kosárlabda NB1B második vonalában, az öt csoportban, ahol a Bonyhád szerepel az idei évtől, nem született meg az utolsó hazai mérkőzésen a Pécsi Kosárlabda Akadémia növendékei előtt. Ennek eleve több objektív oka is volt. A Bonyhád eredményességét meghatározó két fontos játékos, Papp Péter és Pupp Bence ezúttal nem állt Morgan Fides edző rendelkezésére. Márpedig ez a mai Bonyhádban megoldhatatlan probléma, különösen a zöld csoportot vezető, kiemelkedő hazai tehetségeket felvonultató Pécsi Kosárlabda Akadémia ellen. A 20 pontos vereség a látottak függvényében bizony tisztes helytállás volt a sárgáktól, akik a harmadik negyedben jelenlegi állapotukban maximális előkifejtéssel 10-11 pontra beközelítettek többször is, így az ellenfélnek szüksége volt újabb mérnöki precizitású triplákra ahhoz, hogy ne legyen izgulni valójuk a végén az utolsó negyedben. Az elmúlt heteknek a problémái ugye az volt, hogy 6 emberrel játszottuk, 6-os rotációval ebbe a bajnokságba igazából nem tudunk a végjátékokba beleszólni. A forgatókönyv végig úgy alakult, hogy az elmúlt 3-4 mérkőzésen, 3 negyeden keresztül kontrolláltuk a mérkőzést, szinte végig mi vezettünk. Sajnos a végére ezt tudja az ellenfél is, hogy olyan rotációval mentünk bele a mérkőzésbe, hogy az egyetlen ellenszer az volt, hogy letámadtak. A letámadás ellen pedig 5 alkalomból egyszer vagy kétszer az ember elveszíti a labdát, főleg azok a játékosok, akik addig 30-35 percet már játszottak, és rendre így kaptunk ki, úgyhogy igazából magunkat okolhatjuk egyfelől, másfelől, hogy sajnos a játékos állományunk, a keretünk nem olyan erős, és ebből adódóan nyilván a rotációnk nem olyan hosszú a padunk, hogy tudjunk partiban lenni a csapatokkal, pedig nagy különbség a bajnokságban nincs, azt gondolom, se a harmadik helyzet, se a tizedik helyzet között. Ezért csak 13. a Bonyhád KS-e, ezért fogy el a meccsek többségén a második félidőre. Az elvesztett meccsek tanúsága mindenképpen az, hogy kiküszöbölhetőek, javíthatóak a hibák, nem az alapképességekkel vannak gondok. Az U20-as paksi export, nevezzük így, kimozdíthatja alsóházi pozíciójából a Bonyhádat. Pupp Bence, illetve a Dorogi Gergő személyében két U20 kerettagot tudunk a sorainkba. Játékerőben én azt gondolom, hogy ők ezt képviselik. A többiek is igyekeznek, nyilván ugye még itt a zöld csoportban is előfordul, hogy többen szinte profiként tudnak részt venni ebben a bajnokságban. Mi nem így vagyunk, sok nehézséggel küzdünk, de igyekszünk a problémákat orvosolni, és bízom benne, hogy egy picit szerencsésebben alakul a tavaszi szezon számunkra. Örvendetes módon egy újabb fiatal bizonyította Pécs ellen, így most már a Pupp-Dorogi-Paksi duó, az irányító, jókezű, most 3 triplával is kereskedő Csobán Dáviddal trióvá nőhet. Cél az ez volt, hogy ide Bonyhádra jöjjek Morgan Fridges által. Ezt úgy érzem, hogy elértem, de próbálok minél jobb lenni mindig. A betörés, védekezés, inkább a védekezés a legfontosabb. Próbálom azt mindig csiszolni. Csobán Dávid, mint szintén paksi nevelés, szívesen lenne hosszabb távon is a Bonyhád játékosa. Kipróbálná magát, mint azt elmondta, az NB1B felsőházában, a piros csoportban is. Én Pakson Morgan Frigyes alatt voltam végig, nem is tudom, talán 7-8 évig. Utána átjöttem Bonyhádra, itt Rutkai Petivel voltam az U20-ba, és akkor felkerültem a felnőttbe, és megszerették a játékomat, én is szerettem itt lenni, vagy szeretek, és 3 éve már itt vagyok. További erősítése nincs forrás a klubnak, de ez a keret alkalmasnak tűnik arra, hogy előrelépjen a csapat tavasszal.